Köszöntök szépen mindenkit az Earth for Gym 3D végigjátszásának, hát immáron 7. és most már szerintem egyben az utolsó epizódjában, amiben most már gyakorlatilag amúgy nem vagyok túlságosan messze a végéhez olyan értelemben, hogy most már gyűjtögetni kell, ami összvisz 3 pályánál történik meg, és ez pont látni is lehet, mert hogy ugye a Death Warmed Up, a Boogie Nights, illetve a Violent Death Valley ennél a 3 pályánál kell visszamenni, és igazából már semmi mást nem kell összegyűjteni, csak ezeket az aranytőgyeket, mert hát addig nem lehet a játékot befejezni, ameddig például abban nincs meg az összes. Szóval ez egy kicsikét ilyen Mario 64 szindróma olyan szempontból, hogy vicces, mert amúgy pont a Nintendo 64-en játszom végig a játékot, de hogy nagyon arra hajasz, hogy hát, hogy eléggé előről kell ezeket csinálni, mert mindegyik pályát ugye vissza kell menni, ugye össze kell szedni itt a dolgokat, mert addig nem lehet tovább haladni, tehát így ugye eléggé kegyetlen módra viszi egyébként az egész témát. És szerintem úgy ezzel kezdenék, már csak azért, mert szerintem ez lesz a hosszabbik része, ugyanis azért előtte utána néztem, hogy na akkor most mit kell tudni, hogy pontosan mi hol hiányzik. A két pályánál nagyon egyszerű dolgom lesz, mert ott vagy hát mihez mértem, mert a Death Worm esetében ott csak a kék lufis részt kell megcsinálni. A Boogie Nights-nál megvan, hogy hol hiányzik. Viszont itt, nem hiszitek el, az összes ilyen hukkantós nagyit ki kell írtani. Ja, hát igen, lehet, hogy nem kellett volna ugorjak hamar. Baj, legalább lehet gyűjtni itt a izéket. Ja, hát igen, meg ugye itt ugye van élet, mert ugye ezek a kaktuszok adják. És gyakorlatilag amit ugye hiányzik az az, hogy az összes, igen, tehát ilyen hülye pukkantós nagyit kell ugye kilőni, akik itt dobálóznak. Ja, hát ügyes volt. Jó, az megmordelt. Akkor még keresni kell. Mert még itt van. Igen, és még itt is van egy. Igen, és még valahol dobálózik egy. Amit még keresnem kell, de látom, hogy hol van. Csak igen, az lesz itt a kellemetlen, hogy nem nagyon fogom látni. Igen, mert itt ugye hallgatózni kell, hogy hol az Istenbe robbangatnak ezek a nagyik. A többivel már nagyon foglalkozni nem kell, mert igazából azzal meg vagyok, és ugye a egyetlen egy aranytőgy, ami hiányzik, az pont olyan hülye helyen van. Ú, te kis szemét. Az nem nagyon halt meg. De ezek szerint messze van. Igen, na még egyet keresni kell, ja az itt van. Remélem meghalt. Most meg, az szinte biztos. Érdekes, hogy így nem érem el.
Ja jó, így most már sikerült elérni. Egyébként azt is tök jól meg tudom lőni, csak hát sok értelme nincsen. Nem baj, legalább életet az gyűjtök. Ja, izével már meg vagyok, szóval azzal nem kell foglalkozni. Várjál. Hát mondjuk igen, így is meg lehet oldani ezt. Na legalább a... Kicsit megcsapkodom itt a kaktuszokat. Isten, várjál, hol volt a... Még tényleg most nézem, azt ki se aprítottam. Igen, ez túl magasan van. Igen, mert lehet, hogy még őt is darálni kell. Erre csak az automatát akartam megkeresni. De lehet, hogy akkor ezt itt fogom. Wow. Aha. Ah, itt van. Jó van. Megtaláltam. Hey, bad dude. Come here for a second. Várjál, igen, itt a másik. Jaj. Na igen, és azt az egyet kéne még megtalálni, hogy az hol potyogtat. Itt. Már ez az, hogy minden egyes izét ki kell. Nem tudom, hogy csak a izét kell-e kiírtani, vagy... Vagy ezeket is. Azt nem érem el. Azt sem érem el. Erre kíváncsi vagyok, hogy így szét lehet szedni. De valami történik, csak... Nem sok minden. Igen, direkt közelről nem akar... Nem akar lőni. Védni. Na, erre közben keresgélek, hogy itt is van-e, de nem. Akkor itt nem foglalkozok vele, mert itt már nincs több dolgom.
Ja, és azt hiszem nincs több ilyen. Igen, mert ugye ott volt még egy, azt kiirtottam. Ugye azt kéne megnézni, hogy hol van. Ja, itt van. Aha, megvan. Ja, mert ő maradt még. És kinyílt. Azért mondom, igen, ezeket a banyákat kellett kilőni. Tehát amúgy ez hiányzott. Ezt az összes izé banyát kilőjem, ami tök érdekes, hogy hogy maradhatott ez ki, de ezek szerint kimaradt. Mi ezért meglep. De hát most már megvan. Úgyhogy azért mondom, hogy inkább ezzel izéltem, ahogy mondom, ez is mondom, nem tudom mennyi időt elvisz. Elvisz. Hova van? Ott. Ja, akkor pont benne a carban. Kurva jó. Na, 6 per 6. Úgyhogy akkor most mehetünk vissza az agyba. És most igazából, amihova vissza kell még menni, az pont a Fear. Mert ugye itt két pálya van, amin ugye kimaradtak a dolgok. Ráadásul két egymást követő pálya. És szerintem... megyek pont a... szerintem kezdek itt. Utána megyek a Boogie Nights-ra, és akkor ott legalább... meg tudom oldani a problémát. Ugye kék lufival kell szórakozni, most azért ez nem lesz könnyű, de megoldjuk azzal, hogy ne veszítsek életet. Lehet, hogy az lesz, hogy mert az egyik szívet ugye meg lehet fogni. Amit lehet, hogy célszerű is lesz majd. Ez igazából csak a hülye két lufival kell szórakozni. Amivel ugye nagyon vigyázni kell, majd pont ott lesz. Pláne ugye pont a kék lufi esetében, mert azért ez nem lesz könnyű. Mert ugye pont ki kell valahogy kerülni ott a halakat. Azt azért nem, azt tényleg nem egyszerű kifogni, hogy ezt ki tudjunk kerülni. Hmm?
Oké. Megmentettem. Itt már nem sikerült megmenteni. Igen, mert ez a probléma, hogy... itt ugye nem tudok kimenni. Bár, még azt is tudom csinálni, hogy ha a Luffy is ennyire... Mert itt a problémám, ez a Luffy-ssal. Ha egyszer sikerül egyébként végigmenni, akkor nincs gond. Ha ezt az elejét sikerül valahogy... végigjárni. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy esetleg kezdjük a Boogie Knight-tal, mert megvan, hogy ott... mi hiányzik? Szia Balázs, na neked is szép estét! Az igen. Úgy kikerültem azért. Na. Igen, ugye még fölfele kell menjek ráadásul. Én tényleg el is felejtettem, hogy itt hátul is van egy szív, azt is érdemes felszedni. Igen. És akkor most megyünk ide be. Na. Hát ide, köszi. Na itt van ugye ez a csatorna fedő, ez volt a probléma. És tudtam én, hogy ez rohadtul gyanús. És megmondom miért. Ja. Ezt el kell játszani megint. Nem baj, most megint lehúzódik a klocsóba. Igen, mert ez már megvan. És kiderült, egy helyen, ahol mi tényleg ott van, nem véletlenül mondtam a csatorna fedőt. Pont... onnan fog innen látszódni. Na, el tudom azt lőni. Nem. Na. Ott van föd. Amit igazából ugye csak ennyit kell csinálni. Akkor, hogy beállni egy jó szögbe. Várjál. Mindenki tudom lőni ki. Talán. Kész. Ott az meg is van. Már tovább nem is nagyon kell menni, hanem pont inkább visszafele. Legalább életet gyűjtök egy kicsit. Pont itt van ez. És itt is van. Ennyit kellett csak. Itt van az ötödik, a hiányzó. Jó, végül is Brainre el tudok menni, ez így teljesen jó. Mert akkor így most már egész szépen haladok, mert most már mindenhol megvan, kivéve annál az egynél, ott a kék lufival kell szenvedni, és akkor meg vagyunk. Te jó szagú úristen, úgyhogy közel a vég, közel a... közel a vég. Jó, boxolom itt le a... mikrofont. Valamelyet úgy éreztem, útban volt. Urgula! Na.
Szerintem a kék lufit most már össze fogom tudni szenvedni. Valahogy most már csak-csak. Hogy kikerültem. Mondjuk azért indokolatlan életet ne veszítsünk, mert... Azt azért nem kéne. Nem halt meg. Már meg? Százolva, életgyenend, még ott van egy plusz, úgyhogy lehet egy hatodikat ott szerezni. Bár azt hiszem pont, hogy boss esetében nem kell pont ezekkel nagyon számolgatni, mert ezek azt hiszem nem is kellenek. Hanem csak a izé százalék az, ami lényeg. Bár valahogy lehet, hogy tényleg egyébként egy hülye vagyok, mert egyébként lehet, hogy ki kéne. Aprítsam amúgy itt a... Ja, nem lehet. Na mindegy, most megvárom, míg lejár. Ugye ezzel kell nagyon szórakozni, hogy... Valahogy igen, őket így kikerülni, csak nehéz, mert azt hiszem valami pont olyan izé kis rés van közöttük. Igen, pont ez az én problémám. Nem jó, beestem én magam. Ugye ez a baj ezzel az egy rohadt résszel, ez borzasztó gané, mert... Ugye nem lehet csak, mit tudom én, ha elmegyek a legközelebbi olyan platformra, hát az, ami jóval odébb van. Tudok csak oda fölmászni, hát ugye nyilván... ki van ez jó találva? Most légmód. Amúgy rohadja meg a játék ilyen szempontból, hogy nem lehet ezeket a halakat sehogy csak kiírtani. Hogy egy minimális előny azért lehessen, de hát ezek szerint nem. Igen, egyébként, na ez az, hogy... A nem emulátor használata az pod ezt a nehézséget megszüli. Hogy muszáj vagyok mindig újra tölteni. És így kicsit csalni. Mert emulátorral meg ugye save state-elni kell, szóval. Szóval az egy más. Ezt a... Ja, azt hiszem pont ez az, hogy nem érem el Anna. De most ugye szivacs baszod, hogy... Nem várt meg a platform baszod, aztán beestem. Az a baj, hogy nem lehet a pályát restartolni, azt azért nem ártott volna kirakniuk, hogy legalább egy pálya restart. Hát nem. Elbasztod, akkor így lehet restartolni. A Luffy-ssal fogok szenvedni egy sort, mert ugye pont ez a probléma. Ha beesek a sárba, gatya,
ez a pálya egyszerűen nagyon rossz. Sok egyébként, sok pályája van, ami nem jó. Wow, de nehezen akart meghalni. Ez is rohadt jó. Ja, jó van. Aha. 50 élet. Anyád, nem... Jó, nem nagyon akarja az igazat. Igazából most erre leszek kíváncsi, hogy most pont ezzel az egy résszel mennyit fogok szenvedni. Mondjuk azt nem értem, pedig ezt a kék lufcsöt már egyszer megcsináltam. És nem adta be az aranytűgyet, pedig azt kell megcsinálni, mert amúgy az ad. Általában azért, amennyi részt vettem, a kék lufis az mindig ad egyet. És valamiért pedig ezt nem adta be. Pedig megcsináltam már egyszer. Hogy az anyádba kapott tizel? Ez gyakorlatilag leamortizáltam a rákba. Igen, az a baj, hogy azt így megnézve. Messze van, igen, innen a koporsó. Hát, na mindegy. Így is megharapod. Hiszem el. Nem! Kurva anyád! Nem, annyira rohadt nehéz rohadjon meg. Miért nem lehet ezeket a rohadt halakat kiírtani? Olyan, mintha ízésen kéne egy kicsit menjek. Irányoknak megfelelően. Mert ugye ez a nyomor bassza meg, hogy azért ezt állandóan újra meg újra csinálni. Igaz, ezt nézd, ezt.
Nincs tudom, igen, azért ezen gondolkozom, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni jól. Mert igazából, hogyha itt az elejénél sikerül... ...kikerülni. Igen, tehát nem tud vele mit kezdeni. Nem, tehát hiába... egyszerűen érdekes. Hiába próbálkozom azzal, hogy na akkor a... irányukkal megegyezően nem, túl lassú vagyok ahhoz. Azt hagy az Istenbe. Egyszerűen túl lassú vagyok basszus az irányukhoz. Hát ez így borzasztó érdekes lesz. Ki elkeserítő. Azért ezt végig szívni. Ha, de például ezeket se engedézi. Ennyire. Statikusan ott maradnak. Tényleg igazából ez a kérdés, hogy azokat a rohadt halakat hogy lehet kikerülni? Ugorva még csak-csak. Hát, mondjuk az a baj nem éri meg azzal vergődni, hogy most elmegyek a legvégére. És akkor úgy előről, mert az a baj pont azt az időt veszítem el. Basszus, alig láttam. De nem tudok egyszerűen olyan pontot találni. Nem tudok egyszerűen olyan hézagot találni. Nincs olyan hézag. Mert itt megfog. Most meg sikerült, beszarok. Ezt nem tudom, hogy sikerült összehozni, de most sikerült. Ezt tényleg nem tudom, hogy sikerült. És erről beszélek. Hát hol hiányzott még egy? Hol?
Hát azért ez a beszarás, hogy én tök jól meg tudtam fogni. Tehát ezt egyszerűen nem hiszem, én ezt nem hiszem el. Tehát ott volt a kék rufiát, megcsináltam, és erre nem. Nem létezik. Egyszerűen nem létezik. Tehát ilyen az égvilágon nincsen. Most már esküszöm, ki kell keressem, mert nem létezik. Hát basszus, hát pedig a kék rufi leszünk. Mert a izét azt megcsináltam a... Bakker, muszáj vagyok kikeresni ezt a izét. Videót, de hát nem létezik, hogy egyszerűen mit hagyhattam ki. A szobrokat ugye végig toltam, a nyulas részt végig toltam. Akkor ugye a... De hol volt még? Volt ott az ugrálósnál. Várjál, bemegyek a pályára. Mert ugye ott a izészobor ugrásoknál is volt. Vagy várjál, hogy is? Na várjál, mit számoltam? Mert ugye mennyi van összesen? Azt hiszem 6. 6, igen. De mert ugye megvan a... Meg ráadásul pont most, ahol a Luffyval szenvedek, ott volt 1. Az megvan. A szobrok forgatása. 2. Akkor ugye az ilyen nagy ilyen sírköveknél ugrálós 3. Nyulas rész 4. És mi is volt az 5.? Ja, pont az 5. ott a izénél volt még, ott a mélyen. Hát bazd meg, akkor csak a kék lufi. Hát csak az a rohadt kék lufi lesz ott a izé. De hát akkor hol nem tud fogni? Hol hiányzik? Olyan, mintha egy üveg golyót valahol kihagytam volna. De hát hol? Szerintem végigjártam és megfogtam. Hát... Na most én itt megnézek, most be ugye találtam izé videót tökre véletlenül, ami pont izé ilyen 64%-alást izé nézés. De pedig a kék golyókat megfogtam. Igen, és ahogy megvárja, ott a lejár az idő, ott az van, hogy egyszerűen megjelenik ott a idő. Ott a középső pont. Én nem értem. Ezt hol hagyhattam ki üveggolyó? Kéket. Hol? Houston, we have a problem. Egyszerűen nem értem. Sikerült basszuskulcs megint most végigjárnom, és elsőre is ez volt a probléma. Végigmentem ezen a kék, de ezen a lufison. És egyszerűen nem tudom, hogy hol maradt ki. Anyád. Na, engedj vissza, légy szíves. Szóval nem igazán értem, hogy most itt tényleg mi a fene történik. Hogy miért gondolta úgy a játék, hogy ott a kék lufisnál semmi nem történt. Mint hogy ha nem teljesítettem volna azt. Egyszerűen nem értem. Hát pedig ott az elejét azt megfogtam. Mind a kettőt ráadásul. Pain.
kurva, de nem not funny. Honnan tudok én így ránézni? Mindegy. Hát pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem már. Sol. Igen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 darab van. 16 darab. Kezdődik a probléma, hogy miha is ráugrok erre a szarra, most meg kell várni a 30-eket, aztán majd megint izé, utána tudok csak ugrani, tehát most azt ki kell számolni, hogy na onnan, akkor hogy tudok úgy ugrani, hogy már el is tudok indulni, szóval... Tehát ez felháborító, bazd meg, hogy egyszerűen itt szenvedek a kék rufis résszel, és nem enged tovább. Nem hozza be egyszerűen azt az egy tőgyet, pedig szerintem, hogyha most meg is nézném még izéről, ott van. Gyenge nyúl lesz, lehet, hogy megnézem, hogy van egy cheat. És akkor ezt beadom magamnak. Mert ilyen szempontból nem érzem fairnek. Ha van, lehet, ha megnézem. Super suit, not so super! De már igazából tényleg lassan tartok, hogy jobb ötletem nincs egyébként, mert azért az úgy erős, hogy tényleg azt se tudom, hogy mit rontok el benne. De amúgy meg már itt van 11 életem, érted, 96%-kal, még ilyenek. De most lehetne nyilván csökkenteni most ezeket az életeket, de hát mi az Istennek zabáltassam meg, hogyha... Mert úgyis... ugyanazt fogja eljátszani, hogy előről kell tolni a pályát. Ó, hogy rohadjon meg, hát ezt erre én ugrok mellé. Pete, légy szíves, elégedjünk már meg abban, hogy persze ott van az egy tőgy, hagyjuk a faszomba, aztán haladjunk. Mondjuk eskü kíváncsi vagyok egyébként erre. Csak kíváncsiság azért így furda. Mondjuk nem gondoltam volna, hogy esetleg ilyenhez folyamodni kell. Tehát, hogyha egyszerűen csak nem adja be. Aha. Várjál, azt nézem, hogy... Amúgy jó egyszerű. Gyakorlatilag három izé van. Jó, mindegy. Megpróbálkozom vele, de hogyha nagyon, de nagyon nem akarja az igazat, akkor legalább értsétek, hogy igen, amúgy a kék lufi, hogyha sikerül összehozni. De kíváncsi vagyok, hogy tényleg mit hagyok én ott ki. Hogy most tényleg én valamit ott kihagyok, de nem létezik. Nekem ez, azért mondom, ez nekem a full gyanús, hogy végiglövöm azt a... Na várjál, jegem. Mert ott a tőgy. Ugye az a kék lufi... Vagy mi az, ugye azután jönne az... Ha a kék lufis részt sikerül megcsinálni, akkor amúgy azt hozná le.
Most ugye azért az egyért küzdök. De azért jó lenne, hogyha sikerülne, mert azért... úgy lenne az igazi. Nem feltétlenül, tényleg nem szeretnék ilyenhez folyamodni, de hogyha egyszerűen a játék azt mondja, hogy fuck off. Akkor valahogy én is azt mondom. Jó, az más tészt, hogyha én bénázok, meg minden, de azért odaig akarok eljutni, hogy most tényleg még egyszer így megcsinálni, rendesen. És hogyha ettől függetlenül nem fogja beadni, akkor... akkor mondom azt, hogy ámen. Mert nem létezik, hogy bug lenne. Bár, vagy hát nem, hülyeség, mert de bug könnyen lehet. Okozhatja. Na akkor ezt most szépen meg akarom várni. De mennyi 10 másodpercet ad? Végül is, hogy ők, ha pár másodpercet várok, akkor elméletileg meg lenne. Csak hát ugye ez jó kérdés, hogy... francba lehetne ez meg. Igen, mert itt is megfogom. De türelmem sincs ezt csinálni. Hát mindegy, akkor lehet, hogy ezt engedjük itt el. Mert az a baj, ez most megint rengeteg idő. Ott kezdődik megint a probléma, hogy most itt ugye leestem. Most itt mászok vissza. Jelentok. És ez a probléma. Esik a HP-m rendesen, mert nincs más pont, ahova föl tudok mászni. Most ugye nyilván a izét össze lehet szedni itt a kis izét, gömbök, hogy mi az a üveggolyókat, bár jó, még azért egy próbát lehet tenni, mert amúgy körülbelül hogy értem be? Még marad hány másodpercem? Kb. 10. Istenem. Komolyan, hogy nem akar összeolni, bazd meg. Egyszerűen eszem meg el. Nem jön neved, Gélős? Oké, lépünk tovább. Na szóval a helyzet az az, hogy azért itt kellett ám kicsit csalafintázni gyakorlatilag az egésszel. Na most a helyzet az az, hogy valószínűleg a konzolon belül hiába csináltam meg a kék lufis részt, jól csináltam meg, valamiért mégsem adta be, úgyhogy kellett most így egy masszív save state swappolást csinálnom az eredeti konzolból emulátorba, ott megcsinálni a kék lufis részt. Ezt most, ezt egyébként láthattátok itt a videóban, hogy egyébként végigmentem, na igen, ennek a végén egyébként ki kell jöjjön az arany tűdnek, ami most az emulátoron összejött, elmentettem és most visszaszwappoltam a save state-et az eredeti konzolba. Kérdés egyébként jogos, hogy akkor miért nem folytatom esetleg az emulátoron, ennek viszont nagyon jó oka az, hogy 60 FPS-sel fut viszont az emulátoron a játék, vergődtem a beállításra, hogy esetleg körülbelül ugyanilyen sebességet el lehessen érni, mint a konzolon, de nem sikerült, és ez azért rossz, mert a boss fightot megcsinálni viszont a 60 FPS-sel borzasztó nehéz, és kell nekem az eredeti konzol sebesség, úgyhogy erre fogok ráhajtani, hogy akkor az eredeti konzolon fogom egyébként ezt megcsinálni, és
Hát akkor gyakorlatilag, hogy legyen már egy picit normális a dolog, hogy akkor ha már amúgy az eredeti konzolon vittem végig a játékot, akkor csak legyen az. Már csak azért is, hogy tényleg a boss fightot egy lehelletnyivel legyen egyszerűbb, de csak egy lehelletnyivel. Nem lesz egyszerű semennyire sem, mert egyébként a boss majd látjátok, hogy mi a helyzet vele. Úgyhogy nem lesz egyszerű köröm. Viszont, hogy legalább tényleg ne az legyen, hogy kiszámíthatatlan a 60 FPS miatt, ezért akkor most... ez egy shit show ezt, ez még jó, hogy gyakorlatilag így nem mutattam meg ezt a procedúrát, hogy most ez mivel járt. Egyszerűen katasztrófa. Tehát ezért ilyen se volt még sűrűn, bár volt arra példa, mondjuk a God of War esetében, hogy ott mentési problémák voltak, és ezért az emulátoron kellett folytatni a játékot. És egyébként igen, ő a fő boss, aki ráadásul tök jó, mert hogy ez elméletileg a Earthworm Jimnek a nővére, vagy huga, vagy a fene se tudja, hogy eléggé egy kaptafa, vagy a fene se tudja, mindegy, hát ugye nem véletlenül fantasy a világ. Ja, mondjuk nem egészen, mert igazából már ugye Pete kapuján vagy a Pete mögött megjelent ugye a kapu, ahol be tudok menni. Na és hogy miért nehéz? Igen, kezdve ezzel a problémával, hogy ha hozzáérek a karakterhez, akkor gyakorlatilag helyet cserélünk, ami rohadtul nem jó. Hú, viszont azért a malacot irányítani sem lett könnyebb, mondjuk valamiért pattogok. Dokolatlanul. Nem tudom miért. De minden esetre itt most jó sok itt ugye össze kell szedni ugye üveggolyót. Azt vettem észre, hogy talán ő nem nagyon hajt az üveggolyó gyűjtésre, bár azért minimálisan. És ez a lényeg, ami miatt jobban szeretem inkább a konzolot működést, mint sem az emulátoros működést, hogy azért a rakétákat fokkal könnyebb kikerülni, bár azért nem jelenti ezt, hogy kikerülni is fog, csak azért nagyobb esélyem van. Van. Ugye nyilván azért ő is ugyanúgy tudja kikerülni a lövedékeket, mint én. Fuck. Még pont rá akartam nyomni ezért, de most már mindegy. Na, jössz vissza a testemmel, mert ugye az a baj, hogy köbdösöd ilyenkor kifele a oiszlikat. Nézd már oda. Igen, és ugye ő vele meg nem szabad összeszednem ezeket. Ilyen masszív bullshit-et. Égáljon meg. Nem összeértünk. Mondjuk ezzel azért nem feltétlenül lenne probléma, hogy most mit tudom én, kiköbdösi meg minden, hogyha én nem szedem össze, mert akkor egy fokkal egyszerűbb amúgy összeszedegetni a... üveggolyókat. De kikerült-e. Kettőt nem tud kikerülni, szóval az már... Adján. Igen, és ez a baj, hogy nem tudok ilyenkor menteni. Mert azt hiszem, igen, ilyenkor az van, hogy ővele sem nagyon szedhetem össze. De nem akar nézni meg basszus kulcs, izé egyetlen. Csak ugye köbdösi ki non-stop-a. Így most jó
sok ki is van szórva. Ez gyakorlatilag én szórtam ki. Egyszerűen jó lenne nem hozzáérni. Hát az egyszerűen lehetetlen. Igen, nagyon figyelni kell a térképre. Majdnem. Pászod! Itt egy adag. Igen, valahogy azt kell tényleg elérni, hogy egyszerűen ne érjek hozzá. Ó, csak ott a legrosszabb helyen van. Egy most 73. Oké. Okay. Úgy hallom, ez nem nagyon sikerült. Hogy nekem se túlzottan. Oké. Mindegy, vegye föl azt az egyet, nem érdekel. Na, kétszer sikerült elkapni, az már jó. Úristen! Menj a fenébe, hogy azt, hogy ki tudtam kerülni. Nyáháhá! Ezt viszont nem. Lelelelele. Oké. Megmentettem magam. Nem, bassza meg vissza, kérem! Így né. Jó, itt a hülye izé miatt egyszerűen... nagyon rossz lesz. Ez úgy hallom, abszolút nem sikerült. Ugyes se. Ja, hogy ez meg aztán abszolút nem. Úgy ment mellé, ahogy volt. Egyet elemeltem.
Jó van, na ezért mondtam, hogy mondom, muszáj basszus kulcsit a konzolos sebesség, mert pont ez az, hogy ez azért segítség. Na akkor. Egyszerűen azt nem hiszem el, hogy egyik se jött össze. Jaj, jön utánam, fak. Bassza meg! Hagyjál meg, de nem szeretlek. Aj, édes anyád, bassza, jóisten. Most ez az, hogy elvesztettem most egy csomót. De rühellek! Szedhetem össze megint. Ugye nem lenne ennyire basszus kulcs útban, akkor amúgy tök jó lenne. Na már sikerült egyébként tök szépen csomót elemelni tőle. Már egész közel voltam. Nem akarok hozzáérni, hogy basszalak meg! Annyira rossz, hogy tényleg útban van. Csak négyet kell összeszedni. Jó, már csak azt a hármat kell. Hogy a faszba ment ez rajt keresztül. Úgyhogy nem is ugrottam úgy. Mária. Nem bírom azt az egyet is elszedni. De nem kéne nagyon elkapkodni. Nem hiszlek el. Pont most, amit jól összeszedtem. Ujjjjj. Igen, és még itt van ez az egy. Istenem! Rohadt idegesítő, hazd meg!
itt istenem! 700 a vérnyomásom már ettől. Itt vagyok rohadt közel, és még itt vergődök még mindig. Nálam van 3. Nem, bocs, nála van a 3. És is visszaszedi azt a 3-at? Száz, hogy rohadjon le! Úristen, de rossz volt ez! Azt a kurva! Egyébként csak szólok, na a 60 FPS-sel ennyire sem ment volna. A rohadás essen bele. Hát ez kínszenvedés volt. Jesus Christ. És ott van Beat. You have regained your brain and conquered your fears. It's time for you to go now and for the big gym to wake up. Come with me, come with me. Jó van. Super suited warm hero. I'm invincible. Jó van, persze. Nesze neked. Invincible. Vége. De fölkeltem. Tessék, ott a gyönyörű képja, és megint rám esik egy tehén. Hogy az Istenbe? Ah! Oh. Jézusom. Ja. Most megállítom magamnak, hát szóval. Ez szörnyű. Úristen, melyik játék volt nem utoljára ennyire frusztráló? Főleg ilyen szempontból. Tehát ez a mai rész... ez förtelen volt. Ennyit szenvedni bakker a játékkal úgy, hogy még ráadásul ilyen hiba is előfordul, hogy nem tudok tovább jutni, mert egyszerűen a játék úgy dönt, hogy nem. Atyaviláig! Tehát ezt... ez tényleg így elrontani? Ez brutális. Jézusom. Nem, ez most nem volt jó élmény, azért azt kell, hogy mondjam, mert elvergődtem. Tehát igazából most nem tudom, mennyi lesz a VOD. Azt hiszem szerintem egy olyan köbben másfél, majdnem 2 óra. Nem, másfél óra lesz a VOD összesen. És... ez a... és ez gyakorlatilag, ezt most rakjátok össze, hogy ez amúgy dupla annyi idő volt streambe. Tehát azért ennyit vergődni ilyen technikai gondokkal, ez már az egyik dolog. De hogy mennyi technikai problémája van egyébként a játéknak, hogy ha már azért ne csak ez a panaszt lőjem le, hogy amúgy a... hogy amúgy mi volt most itt a probléma ezzel az egész mentés ide-oda dobálózással, mert a kéklufis résznél itt gondolt egyet, és azt mondja, hogy na, nem megyünk tovább, mert miért akarsz tovább menni? Tehát itt igazából a konzol jól megállított, hogy nehogy folytassam a játékot, mert ez így nem oké. De például hát ugye, ami itt nagy részt nagyon is durván befolyásolja az egész játékot, egyetlen egy elem, ami pont ez az, hogy az akkori 3D-s platformer játékokban nagyon is fő szerepet játszott, hogy okozhatnak problémát. Ugye 98 fele, tehát így a 90-es évek vége fele, amikor már bejött így a PlayStation N64 Sega Saturn időszak,
ugye nem hiába mondják a Super Mario 64-et, mint kiinduló pont, mert ahhoz képest, hogy a Super Mario is úgy kezdte, hogy 2D-s platformerből lett, aztán 3D-s, és amúgy milyen játék volt, ott volt most a 2023-as nosztalgia nyár, amiben végig is toltam a Super Mario 64-et. Na azért mondják kiinduló pontnak, mert amit anno pont indulásnak meg tudtak csinálni abban a játékban, na hát azok közül lehet a kettőt elrontani, hogy vagy a karakter irányítása nem jó, ugye azt hiszem, hogy a tank mozgást mondják, ami az például inkább ugye a Krokban volt, de az akkora akadály nem volt vele, ellenben ugye a másik, ami viszont eléggé kaotikus tud lenni, az meg a kamera. Ez a játék nagyon jól prezentált egyébként, hogy mi itt a gond, hogy pont itt a kamera az rengeteg, de rengeteg dolgot tudott nagyon durván leszabályozni és korlátozni. Tehát ez látható volt, hogy ha úgy esek, hogy mondjuk ott egy platform, a platformon egyszerűen a kamera nem megy keresztül, ergo rohadt jó, hogy például akkor, ha nem látok semmit, akkor eléggé könnyen meg tudok halni, de akkor legalább a kamerát fel tudom éleszteni. Ez az egyik, ugye a másik, ugye, amit megint csak a kamera nagyon meghatároz, például az ellenfeleknek a használat, vagy hát ugye a kilövés, ugye a célzása, mert ugye ebben az esetben, hogyha kamerán kívül van az ellenfél, akkor te nem fogod tudni azért az ellenfelet ugye kilőni, mert ugye kamerán kívül van, ha a kamerán belül van, akkor meg láss csodát, valamilyen oknál fogva azért már működik neki az autó célzás. És hát ugye a platformer részek is tényleg olyanok, hogy azért be kell állítani egy bizonyos kameraszöget ahhoz, hogy mondjuk lásd az ellenfelet, vagy ugye pont ez az, hogy de tud mérni, hogy egyáltalán arra az adott platformba tudsz egyáltalán oda menni, vagy esni, és például a felfingós rész is ezért volt egyébként kegyetlen, mert nem látom a platformot, ahhoz be kell zoomolni, meg mindent, tehát szóval rengeteg dolgot a kamera nagyon csúnyán ledegradál. Tehát, hogyha ez a kamera probléma nem lenne, akkor én azt mondanám, hogy hozza talán akkor azt a formát, ami eddig az első két részben volt, hogy azért nehéz, meg azért hülyülős, mondjuk poénok itt most eléggé elvesztek, talán szerintem pont ez a fantasy volt egy kicsikét elborultabb, de például az első pálya az annyira semmit mondó volt, hogy egy egyszerűen értelmetlen volt, úgyhogy nem véletlenül mondják ezt a játékot, mert ezt a harmadik részt pocséknak a szérián belül, és egy legkedveltebbnek. Hát ez a végigjátszás, tehát én nem is tudom, mi lett volna, hogyha PC-n játszom. PC-n se lett volna szerintem jobb végig tolni, mert hogyha ugyanilyen problémák merülnek föl, és az egy nagy valószínűsége, ugyanilyen problémák merülnek föl, akkor kivéve a mentési rendszert, akkor, vagy hát nem is az a mentési rendszert, hanem mert az N64-nek egy elég érdekes izéje ez, hogy restartolni kell egyébként, hogy resetelni kell a konzolt, hogy amúgy mentsen is. De azt hagyjál, mert ezt stream végén meg tudtam mondani, csak például az első alkalom volt olyan, hogy ott a mentésem elveszett, de hát mivel nem haladtam sokat az első részben, ezért vissza tudtam hozni a mentést. Hát, és ez a epizód meg most gyakorlatilag egyszerűen leszedállódtam tőle. Kegyetlen. Úgyhogy most rohadt jó, mert ráadásul most ezt az epizódot még most stream után össze fogom rakni. És hát ez majd valamikor elérhető lesz így volt formájában. Úgyhogy hát köszönöm szépen a figyelmet. Ez lett volna akkor az Virtual Gym 3D. Ebbe maga 7 részével, így a végigjátszás sorozatban. Hát, igen, szóval csalódás egy kicsit a játék. Ilyen szempontból sajnálatos. És hát, találkozunk akkor majd a legközelebbi alkalommal, addigra sőt, mi több már 2024 lesz, és hát, ha most már egy kellemesebb játék lesz, bár szerintem azt hiszem terv szerint az lesz. Úgyhogy majd majd látni fogjátok, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
találkozunk 2024-ben, akkor az első játékkal, ami majd megjelenik, vagy hát ami majd lesz majd akkor, és további szép napot, sziasztok!